Sziasztok! Folytatjuk a megkezdett Oktoberfestes minisorozatunkat. Ezúttal a következő tételünk a 6,1%-os Löwenbräu München Oktoberfest bír. Úgyhogy most őt fogjuk alaposan górcső alá venni. Így első körbe azt mondanám, így a fényen keresztül, ha megnézem az üveget, hogy ez is valószínűleg Spatenhez, Paulánerhez hasonló világos Oktoberfest sör lesz. És nem Märzen, amit pedig jobban szeretek. És így legyen ötösöm a lottón. Egy világos, erősen szénsavas, magas habban rendelkező, nagyon szépen tükrösre szűrt sört töltök ki éppen a pohárba. Ha megnézitek, akkor itt is látom saját magamat a poháron keresztül, valami hasonló jelenetben, mint a nagyon régi, ősrégi Óza csodák csodájába Óz varázsló jelent meg Dorotinak. A habja viszont ennek a sörnek nagyon szépen tartós. Úgyhogy Winkler Robi örülne neki. Illata szinte alig van, de ami van, az egy nagyon-nagyon finom, nemes, német aromakomlónak az illata. Ilyen Hallertau Mittelfrüch, ilyesmi jellegű aroma, anyag érződik ki esetleg a sörből. Na de nézzük meg, hogy a habkorona alatt milyen ízek lapulnak. Elsőre azt mondtam volna, hogy ennek is tapadós, gyógyszeres, keserű íze van, de ez nem igaz. Van egy nagyon sajátos, kicsit kesernyés, savanykás ízvilága, de ez még pont az elfogadható határon belül van. Nagyon kellemes sör. Ez a kesernyésség megmarad hosszan a szájban. Ez nem egy rossz kesernyésség. Nem is egy nagyon jó kesernyésség, tehát nem egy olyan ipásan kesernyés íz, hanem ez is egy kicsit olyan szétfőzött komló íz, de ez még a hosszantartó tapadóságon belül van annyira, hogy élvezhető maradjon. Úgyhogy a Löwenbräu Oktoberfest bírt, noha nem Märzen, tudom ajánlani. Ez finom, iható, vegyétek, vigyétek, igyátok.